Köszönti Önöket Jane Witherspoon az interjú adásában, ahol a jövőkutató és bestselleríró John Sanai a vendégünk. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Az ön munkája egy kicsit a jövőbe látás. Hogy csinálja? Manapság nagyon nehéz bármit is megjósolni, olyan sok a változó tényező. Talán a legkönnyebben úgy tudnám megmagyarázni, hogy megmutatom az embereknek azt a ciklust, amiben éppen vagyunk, hogy jelenleg hol tartunk benne, és mi lehet a következő fázis, a valószínű jövőkép, amely felé haladunk. Szerintem az igazi kulcs az, ha minden eshetőségre fel tudunk készülni. De hogyan? Különféle módszerekkel. Az egyiket a tanulás gazdaságainak hívják, ahol a piactól már akkor kapunk visszajelzést, amikor még nem is alkottunk semmit. A mesterséges intelligencia és az adatok felhasználásával képesek vagyunk bármilyen eshetőségre felkészülni. Az egyik kihívás a sebesség és az olyan technológiák, mint a mesterséges intelligencia fejlődése. Tudunk lépést tartani ezekkel? Ha partnerként használjuk őket, akkor feltétlenül. Sok változás, amely nem használja a mesterséges intelligenciát, kezdi látni, hogy az orra előtt veszik el a piaci részesedését azok a cégek, amelyek viszont használják. De az a kulcs, hogy az üzletet ezek köré építsük, ne pedig egy régi típusú üzleti modellre helyezzük rá őket. Most Dubájban van, ahol ezen a héten rendezték meg a Dubai Future Forumot. Milyen volt az esemény, és miért fontos, hogy a jövő felé mozduljunk? Hihetetlen, hogy a világ 400 legjobb jövőkutatója egy helyen gyűlik össze, tanulunk egymástól. Szerencsések vagyunk, hogy Dubajban lehetőséget kapunk arra, hogy találkozhassunk a jövőről alkotott elképzelésekkel. Szerintem ez azért fontos, mert olyan sok különböző területtel foglalkozunk. És ha meg tudjuk osztani a tanulságokat, akkor mindannyian jobbak és teljesebbek leszünk, és készen állunk arra, hogy segítsük a világot felkészülni a jövőre. Sikeres volt? Azt hiszem, azt mondta, hogy van egy tanácsa a következő rendezvényre vonatkozóan. Szerintem hatalmas siker volt. Volt hiányérzetem, de mindig hiányzik valami, amikor a dolgok fejlődnek. Talán a legjobban Einstein mondása jellemzi ezt, hogy egy problémát nem lehet onnan megoldani, ahol az keletkezett. A konferencián sok okos ember vett részt, de a világban is sok okos ember él. Nem tudjuk ugyanazt az intelligencia szintet felhasználni új megoldások létrehozására, mert az új megoldásokhoz új típusú készségekre van szükség. Ha messziről nézzük, a mezőgazdasági időkben a fizikumunk volt a legfontosabb. Az ipari időkben a gőzgép felváltotta a fizikalitásunkat. Így egy új képességet kellett kifejlesztenünk, amit intelligenciának, vagy intelligencia hányadosnak nevezünk. És most, hogy itt van a mesterséges intelligencia, ami felváltja az IQ-nkat, ki kell fejlesztenünk az érzelmi intelligenciát. Szerintem az hiányzott, hogy hogyan fejlesszük az emberi szoftvert, hogy optimistábban tudjunk megbirkózni a bizonytalansággal. Szerintem a világ nagy része nagyon fél az ismeretlentől, és ezen változtatnunk kell. A jövő bizonytalanabb, mint valaha, és az, ahogyan ezt kezeljük, messze a legfontosabb készségünké válik. Gondolja, hogy a közelmúltban lezajlott világjárvány hatással volt a társadalom egészének pszichéjére? Abszolút. Ez egy olyan kapu volt, amely átvezetett minket ebbe az új világba, és sokkal gyorsabban vezetett minket 2030 felé, mint ahogy azt bárki várta volna. Rájöttünk, hogy ideje volt kiszállni az ipari forradalom 200 éve tartó taposó malmából, és nem hiszem, hogy bármelyikünk tudta volna, hogyan szálljunk ki belőle. A világjárvány visszahúzódása valóban lehetőséget adott arra, hogy új utakat keressünk és új prioritásokat határozzunk meg az életünkben. Történt globális fordulat, vagy ez még várat magára? Az még abszolút várat magára. Ez csak a katalizátor volt ahhoz, hogy másképp gondolkodjunk. A következő körülbelül 8 évben a mesterséges intelligencia megjelenésével, de számos olyan struktúra összeomlásával is, amelyekben egykor bíztunk, elkezdjük látni a világgal való kapcsolat teljesen új módjait. A politikától a pénzügyeken át az oktatásig, sőt a patriarkátus sok tekintetben történő összeomlásáig. Sok új hatalom felemelkedését látjuk, és ezeket fontos nyomon követni. Be tudjuk biztosítani a jövőnket?
A bizonyosságtól való függőség megköveteli, hogy legyen válasz mindenre, de nincs semmilyen módon biztosítva a jövő. Az egyetlen dolog, amit irányítani tudunk, az a viselkedésünk. És ha alkalmazkodó magatartást alakítunk ki a jövővel kapcsolatban, akkor tényleg nem számít, hogy mit hoz magával. Nagyon fontos, hogy megszabaduljunk a bizonyosságtól való függőségtől, mert nincs a birtokunkban. Ez már olyan luxus, amivel nem rendelkezünk. Miközben mindannyian vágyunk a sikerre, azzal jön a kudarc is. Hogyan definiálja a kudarcot? Újra kell definiálnunk a sikert, mert nem lehet csak azt mondani, hogy az a siker, amikor az embernek sok pénze, státusza van. A mai világban a technológiai fejlődés és a pénzkeresés számtalan új módja mellett most a legmagasabb a depresszió, a magány szintje és az öngyilkosságok száma. Tehát szerintem a siker újra definiálása sokkal fontosabb lenne, mint a kudarcé. A sikerre inkább úgy tudunk tekinteni, mint egy érzelmi folyamatra, amelynek során megtaláljuk a mindennapi életünkben a zökkenőmentességet, akkor tényleg minden, ami következik, egy könnyen kezelhető folyamat lesz a számunkra. A Kik leszünk című könyvében volt egy kérdés, ami különösen érdekes volt számomra, az, hogy mit értékelünk. Tudna válaszolni erre? Persze. Számomra egyre fontosabb értékkel bír a béke, a harmónia és a szimbiózis. Ezekben óriási vagyont találhatunk, mert szerintem a vagyonról a jövőben úgy kell gondolkodnunk, mint a jóllétünk értékéről. Persze nem arról van szó, hogy nemet kell mondani a nyereségre és a pénzre, hanem arról, hogy elegánsabb és lelkiismeretesebb módon foglalkozzunk ezekkel. Erről a szenvedélygazdaság jut eszembe, ami úgy tudom szintén nagyon közel áll az ön érdeklődéséhez és kutatásaihoz. Mondja, mi a szenvedélygazdaság definíciója? Emlékezzünk rá, hogy az ipari forradalom megkövetelte a beilleszkedést, ami a szaktudást és a diplomákat jelentette, amelyeket az egyetemen szerezhettünk, hogy megkapjuk a vállalati állásokat, amelyekbe aztán beilleszkedtünk. Csak hogy ebben az új világban a technológiák minden felváltanak. Vagyis ahhoz, hogy beilleszkedjünk, a saját zsenialitásunkhoz kell hozzáférnünk, és ha ez sikerül, minden megváltozik. Steve Jobs mondta egy híres beszédében a Stanfordon: ne állj meg, amíg meg nem találod, amiért itt vagy. És amikor megtalálod, természetes alkotóvá válsz. Ha ez megtörténik, 20 különböző online csatornád van arra, hogy megoszd a kreativitásodat. A YouTube csak egy ezek közül. Most azonban egy 16 milliárd dollár értékű alkotói gazdaság van, ahol az egyének különböző technológiai platformokat használnak fel arra, hogy hihetetlen jövedelemre tegyenek szert saját szabályaik szerint. A régi világ arról szólt, hogy a munka 9-től 5-ig heti 5 napon át tartott. Ma már sokan akkor dolgoznak, amikor, ahol és ahogy akarnak. És a szabadságnak ez a szintje az, amire mindenki vágyik. Újra kell gondolni, hogyan férünk hozzá a világhoz, és hogyan teremtünk hozzáadott értékeket. Korábban azt mondta, hogy a jövő nyilvánvalóan bizonytalan. Ön szerint mi okozza majd a következő nagy felfordulást? Szerintem a mesterséges intelligencia. Sokan nem értjük egészen, hogy milyen gyorsan fejlődik. Úgy hiszem, ez egyszerre ijesztő és izgalmas. Akár csak ekkor az elektromosság, a mesterséges intelligencia is meg fogja változtatni az életünk minden aspektusát. A következő 5-10 évben hozzá fog kapcsolódni életünk minden apró darabjához, sokkal egyszerűbbé téve a dolgokat, ami által szerintem kreatívabbak és szabadabbak lehetünk. Hogy ne szaladjunk ennyire előre, mit tartogat számunkra a 2023-as év? Szerintem leginkább a körülöttünk lévő világ folyamatos összeomlását. Ahhoz, hogy bármi új születhessen, végig kell néznünk a régi összeomlását, és látni kell, hogy a világ gazdasági helyzete, a politika nem jó. Az oktatási rendszerek nem tartanak lépést a fejlődéssel. Látnunk kell ezeknek a megszűnését. Mindig azt mondom a közönségemnek, hogy ha minden reggel úgy ébredsz, hogy a világnak össze kell omlani ahhoz, hogy új érkezzen, akkor erősebbé és ellenállóbbá válsz ebben a folyamatban. Még néhány év összeomlás van hátra, mielőtt az új világ valóban ébredezni kezd. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, öröm volt önnel beszélgetni.